szintén a legnagyobb tréningek, legnagyobb vállalatoknak küldtük ki, azok HRS és tréning képviselőinek, tréning szervezőinek küldtük ki a kérdőívet, hogy szavazzanak. Szavazzanak, mégpedig értékeljék azokat a szállodákat, akiket együtt működnek, és akiket a legjobbnak találnak. A hosszú éves, tehát én már ugye a 10. éves hagyománynak megfelelően két kategóriában kértük őket, egy 3 csillagos és egy 4-5 csillagos kategóriában. És ha meg nem fulladok, akkor meg is tudjátok. Ha megfulladok, akkor sajnos ennyi volt a rendben. Köszönjük, hogy eljöttetek. És így kell hazamennetek, hogy nem, sose tudjátok meg, igen, hogy mi volt az. Jaj. No, szóval a több száz kiküldésből pontosan 292 értékelés jött vissza. Nagy szám, nagyon nagy szám, köszönöm szépen, most nem erre is múlt, de maga valószínűleg ez a ügyfél élmény. Szóval kaptunk vissza értékeléseket és jelöléseket, úgyhogy akik most itt ültök, azért ültök itt, mert mindannyian kaptatok jelölést. Ami szerintem önmagában már egy nagyon nagy dolog, és megérdemel egy kapcsolatot. Valahol valakinek mindannyian nyújtottatok olyan szolgáltatást, ami emlékezetes volt, és egy egész évet felölelve, mert ugye most adtunk egy egész évet, erre megmaradt az ügyfelekben. Amit kértünk, részben egy numerikus értékelés, 1-5, ahol a szálloda adottságaira is volt egy-két kérdés, de elsősorban a személyzetre kérdeztünk rá, a személyzet viselkedésére, hozzáállására, rugalmasságára, proaktivitására. Utána pedig volt szöveges értékelési lehetőség, hogy mi az, amivel meghaladták az ő elvárásait, azaz tényleg egy ilyen ügyfélélményhez jutott, és mi az, amivel még hozzá tudtak volna tenni ahhoz, hogy ők jobbak, hogy nagyobb elégedettséggel tudjanak távozni. Meglepő módon egyébként most elég évesen maradtak ez a mivel lehetett volna még. Van egy-két dolog, de túlnyomó többségben tényleg, hogy mi az, amivel meghaladták az elvárásokat. Vannak a díjazottak között olyanok, akik esetében öröm az, hogy nem először nyújthatjuk át ezt a díjat, és egy picit szűkítem, de ugyanakkor vannak olyanok is, akiknek először nyújthatjuk át, hogy azért mégsem szűkítsem le annyira ezt a lehetőséget. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, mit fogsz hozzá.